Üdvözöljük Önöket! A mai főzőműsorunkban igazából egy kihívás elé állítottak engem, egy kicsikét szerintem még téged is, igen, Lívia. Is, igen. Ugye, hogyha őszinték vagyunk egymáshoz, görcslevest kellett volna készítenünk. Szóval elkezdtem kutatni a görcslevesnek a gyökereit. Természetesen sok videó megosztón is megnéztem ezt a receptet, illetve Tisza Berceli révén megkérdeztem az idősebb, fiatalabb Tisza Bercelieket, hogy ők hogy készítik, ha készítik egyáltalán, milyen ízemlékeik vannak erről a levesről, mikor készítették egyáltalán ezt a levest, és hogy készítik-e egyáltalán a mai világban. A kicsi kutató munkámnak a végkifejletje igazából az lett, hogy annak idején, amikor ezt a levest készítették, azért készítették, mert készítettek vele együtt krumpli perecet is. A görcslevesnek az összetevő igazából a krumplinak a főzővize, illetve Múdrócki Éva néni, a kedves szembe szomszédunk, elmondta, hogy az ő édesanyja úgy készítette, hogy mindig nagyon-nagyon sok zöld petrezselymet tett bele, ugye a bukégárnit, a fűszercsokrot, ezért fogunk ebbe a levesbe főzni egy pici petrezselymet, ebbe fogjuk megfőzni az itt önök szem előtt elkészített görcstésztánkat, ez lesz az előételünk, és utána az édesanyám receptje alapján pedig elkészítjük a nagyszerű krumpli perecet. Kezdjünk is hozzá, kockázzunk fel 6 darab nagy krumplit. Összevágtuk a burgonyát, beletettük a hideg vízbe, megsózzuk egy picit, és oda tesszük főni. Elkészült az összekockázott burgonyánk, amit oda tettünk főni, most megkérem Líviát, hogy ezt szűrje le. Egyből már egy fazékba fogjuk leszűrni. Ugye azt mondtuk, hogy a főzőlevünk levére szükségünk van. Ami itt maradt burgonya, abból egy pár szemet bele is teszünk vissza ebbe a fazékba. Jó. A többi részét beletesszük a gyorsforralónkba, és áttörjük. Ugye már megvan a levesnek idézőjelbe téve egy kicsit az alapleve, benne van az a burgonya, amit mondtunk, hogy kiveszünk belőle. Elkészítjük azt a hozzávalóját, amivel majd a tésztát, a görcs tésztát meg fogjuk kenni. Az pedig nem áll másból, mint hagymából, sertészsírból, fűszerpaprikából és fokhagymából. Addig, amíg ezt összevágod, ezt a hagymát, és elindítod, addig én ebbe a levesbe, a levesnek az alapjába vágok össze egy kis petrezselymet. Beleteszünk a serpenyünkbe 3 evőkanál sertészsírt, hagyjuk, amíg elolvad, utána pedig a 2 fej hagymát, ugye félbe és karikára vágva, beletesszük a zsiradékba, és egy picikét lepirítjuk. Görcslevesnek gyakorlatilag a névadóját fogjuk elkészíteni, ez pedig maga a görcs tészta. A görcs tészta az egy klasszikus gyúrt tésztából fog készülni. Igazából szabálya ennek a tésztának a tízdek a liszthez mindig adunk egy tojást, ugye Lívia? Igen, jól körülbelül, tudom. Igen. Ezt jól megtanultam Balitól. Úgy szemre. És így gyakorlatilag úgy szemre ennek ellenére Lívia el fogja készíteni. Szóval leszűrjük, kedves nézőink, ezt a zsírt, egy fakanál segítségével kicsit átnyomkodjuk. És igazából itt van az a zsiradék, amit mi használni fogunk, amivel meg fogjuk kenni a görcs tésztánkat. És az, ami itt marad benne a szűrőnkben, azt pedig nemes egyszerűséggel úgy, ahogy van, beleborítom ebbe a levesbe.
adásban. Elkészült a tésztánk, és most pedig megkenjük a zsíradékkal. Igen. No, hagymás, paprikás zsíradékkal, Lívia. Elkészült a tésztánk, és Lívia hajtja, vágja, én pedig segítek neki görcsölni. Kedves nézőink, elkészült a burgonyánk, amit ugye letörtünk, és kihűtöttünk. Ebből pedig most Lívia fog készíteni egy, mondhatjuk úgy, hogy tésztát. Igen, mondhatjuk. Keltésztát. Jó keltésztát. Részben kelt. Akkor fogalmazunk most, hogy pontosan tegyük részben ezt a helyet. Kelt, igen. Részben kelt tésztát. Jó, amiből is el fogjuk készíteni a krumpli perecet. A krumpli perecnek a hozzávalói fél deci tej, amit langyosra fölmelegítünk, ezt az előbb el is készítette. Ehhez adunk egy jó kanálnyi porcukrot. Összekeverjük. Egy neművé. És adunk hozzá 25 g 2,5 deka élesztőt, amit elmorzsolunk. És egy picit ezt föl fogjuk futtatni. Ameddig gyakorlatilag fut az élesztő, addig a görcslevesünket elkezdjük befejezni. Szintén használni fogunk egy termomixert, pontosabban egy turmixot, kiemeljük a fűszercsokrunkat, ami tökéletesen kiadta szívét, lelkét, minden ízét, nagyon szépen átinfúzionált ezzel a levesünkkel, beleöntjük, leturmixoljuk. Leturmixoltuk, akkor utána megkóstolhatjuk, és ha kell, akkor most fűszerezzük ezt a cuccot. Még szerintem kéri a sót, borsot is. Ahogy felfő, tehetjük bele a görcstésztákat, amik szépen megdagadnak, és már tálalhatjuk is ezt a levest. És amikor összedolgoztuk, hagyjuk pihenni egy 20 percet, kinyújtjuk és tűzforró olajban megsütjük. Felfőtt itt a levesünk, a levesünknek az alapja, és akkor most beletesszük a görcsöket. Igazából a tésztának egy 8 perc fővés elég. Szépen megdagad, és tálal. Elkészült a görcslevesünk, szépen kivesszük a tésztát, belehelyezzük egy tányérba. Nagyon gusztusos lett. Nagyon szépen igen. Megdagadt, és igazából ez a leves magáról erre a görcsről szól. Gyakorlatilag ennek a műsornak az egyik legnagyobb kihívása, a görcsleves el is készült. Bízunk benne, hogy finom lett. Biztos vagyok benne. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Időközben ugye elkészült a görcslevesünk által inspirált krumpli perecünk, szépen
kelt egy picikét, nyújthatjuk körülbelül egy ilyen újnyi vastagra? Körülbelül, igen. Ugye? Centi újnyi vastagra. Centi újnyi vastagra. Elkészült a krumpli perecünk, teszünk mellé Tisza Berceli házi nagyon jó sárga baracklekvárt. Megszórjuk egy kis porcukorra. És az én két kisfiam nagyon szereti, bátran készítsék el otthon. Nagyon nagy siker lesz, nem csak a gyerekek körében, a felnőtteknél is. Jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat kívánok! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.